Bár a COVID gyors tesztek már tavaly tavasz óta elérhetőek voltak a hazai piacon, csak a napokban került a patikák polcaira az első olyan termék, amely legálisan megvásárolható és otthon alkalmazható. A tesztcsomag minden a vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszköz tartalmaz, így egy tesztkazettát is, amire a vércseppet, valamint a reagenst kell juttatni. A vírusra reagáló szervezet először egy IgM nevezető ellenanyagot kezd el termelni, amit ki lehet mutatni, és később ennek a szintje csökkenni fog, és egy új típusú antitest fog megjelenni a vérben, amit ez a teszt ugyanúgy ki tud mutatni, és ebből lehet következtetni arra, hogy a fertőzés korai szakaszában vagyunk-e, vagy pedig már későbbi, amikor már átestünk rajta. Az új koronavírus által okozott betegséget, a COVID-19-et könnyű összetéveszteni a sok esetben hasonló tüneteket mutató influenzával. A tünetekre hagyatkozva nem lehet teljes bizonyossággal megmondani, hogy valaki influenzásá vagy éppen a koronavírustól betegedett meg, mindkét vírus által okozott tünetek hasonlóak. Szakember szerint egyre nagyobb igény jelentkezett arra, hogy a két betegséget differenciálni lehessen, hiszen a beteg panaszai alapján nehéz megkülönböztetni a két fertőzést. Az antigén tesztek, amelyek a vírus egy fehérjéjét mutatják ki, alkalmasak erre a különbségtételre is. Amit az orrnyálkahártyáról vagy a garatnyálkahártyáról vett mintából tudunk megnézni, ugyanez alkalmas lehet az influenza kimutatására, és már vannak olyan kazettás tesztek, amikor a levet mintát mind a két helyre rá tudjuk cseppenteni, és akkor ezáltal lehet differenciálni, hogy ha nem covidos valaki, de mégis vannak tünetei, akkor esetleg az influenzára pozitív teszt igazolni tudja. Ez sokkal egyszerűbb, hiszen amúgy nagyon hosszú időt kell várni, hogy meg lehessen a labor körülmények között határozni az influenzát. Háromféle COVID-19 teszt érhető el Magyarországon. A PCR és a rapid antigén tesztekkel a vírus jelenlétét lehet kimutatni. A két módszer közül az előbbi az érzékenyebb és pontosabb eljárás. Szakemberek, illetve Magyarország egyik diagnosztikai szolgáltatójának állásfoglalása szerint hiteles információkat csak a PCR és a szerológiai, vagyis vérteszt kombinációjával kapunk, mivel így két fontos részletre is fényderül. Jelen pillanatban milyen stádiumban van a beteg, fertőzhet-e, és rendelkezik-e már a vírusra megfelelő immunválasszal.